A jó irodalmi szövegnek szerintem az egyik legfontosabb ismérve, hogy többet tud, mint a szerzője. Hát a szerzőjének vannak mindenféle szándékai, ezek jó esetben valamennyire sikerülnek, más esetben nem föltétlenül, de különös módon ez a szövegen nem biztos, hogy látszik. Vagy jó esetben egyébként a szándék egyáltalán nem is látszik, de az biztos, hogy ha valaki újraolvassa a szövegét, előfordulhat vele, hogy meglepetés éri, jó és rossz meglepetések is érhetik természetesen. Én a jó fajtákat szeretem, hogy a szöveg valamilyen módon az díjazza, hogyha az ember megfelelően működik, akkor utána ilyen meglepetésszerű járatok keletkeznek. A jó, jó szöveg sokkal több kapcsolatot tart a világgal, mint a szerzője, mert mindenféle szöveggel kapcsolatban áll, amit addig valaha leírtak, és ezek nem feltétlenül irodalmi szövegek néha, egy kiáltás egy utcán, vagy valami emlék valakinek a fejében. Tehát, hogy a jó szöveg az működik, dolgozik, azután is, hogy kész van. Számomra kész van, de a világ felől nézve meg nincs kész, úgyhogy abszolút azt mondanám még egyszer, hogy ez talán az egyik legfontosabb ismérve.